A magyar kézilabda utánpótlásfejlesztő program keretében rendre megmérkőznek egymással az egyes régiók legjobbjaiból összeállított csapatok. A 2000 születésű lányok decemberben már részt vettek egy tornán, majd a budapesti nyári rendezvényen ismét összemérték tudásukat a legtehetségesebb fiatalok. A Hadobás István által irányított Kulcsár Anita régió válogatott 3 mérkőzésből 2-t megnyert, így összességében 5 győzelemmel és 2 vereséggel a 3. helyen végzett a 8-as mezőnyben a korábbi kézilabdás legenda nevét viselő gárda. Magyarország legjobb utánpótlás játékosai vesznek részt, a 2000 születésű lányokról van szó. Az én válogatottamban 3 megyéből, Borsod, Hajdú és Szabolcs megyéből érkeztek gyerekek, és nagy örömre a Szabolcs megyei 2 gyerek, a 2 kölcse is utánpótláskorú gyerek, Rabatin Hanna és Rabina Inez nagyszerűen szerepeltek, mindketten csapatunk erősségei voltak. Inez főleg nagyon-nagyon sok gólt is lőtt, úgyhogy nagyon büszke voltam rá. Nyilván titkon szurkoltam külön is nekik, de összességében nagyon elégedett voltam a játékukkal, és hát hozzáteszem, Magyarország utánpótlásának színe, java, krémje szerepel itt a győri utánpótlás gárdával, például most játszottunk és megvertük őket, a budapestiek, a nekások, a Nemzeti Kézilabda Akadémia, tehát itt a legjobb 2000 születési magyar utánpótlás játékosok szerepeltek, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy kimondottan nagyon-nagyon szuper eredmény volt. A szakember szerint a torna a legjobbaknak belépőt jelent az országos válogatott keretébe. Elsősorban a magyar válogatottba keresnek mindig tehetségeket, tehát a 2000 születésű lányok közül most, és hozzáteszem, a fiúknak is most rendezték ezt a versenyt, tehát őket majd a legjobbakat láthatjuk az országos válogatottba is, nem tudom a legközelebbi nemzetközi esemény, Európa-bajnokság mikor lesz ezeknek a lányoknak, de kíváncsian várom, hogy az én csapatomból is ebből a régióból kikerül be, és hát a NB1-es utánpótlás gárdákban pedig biztos vagyok benne, hogy akárcsak Debrecent említem, de a többi csapatokban is előbb-utóbb megjelennek majd ezek a lányok, úgyhogy én büszke vagyok rá, hogy ezeket a tehetségeket vezethettem, nagyon-nagyon szépen dolgoztak, és tényleg igazi csapatként sikerült összehozni ezt a társaságot. A költségdíjéséről szólva Hadobás István elmondta, a csapat augusztus elején kezdi el a felkészülést, és idén is megrendezik a Költségkupa strandkézilabda tornát.